A tegnapi napilapokban, ahogy erről már volt szó egyébként még a híradó előtt, egész oldalas hirdetésekben tette közzé a kormány, hogy mire vagyunk hajlandóak az IMF kérésére, és mire nem. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció politikusa szerint agymosás zajlik, nem információ megosztás. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És sikeres agymosás ezen szerint? Nem, mert azért mi nem vagyunk ostobák. Tehát Magyarország polgárai nem ostobák, csak a kormány gondolja ezt. Nyilván, amikor tiszteletet és bizalmat kér az IMF-től, akkor ők nem gondolnak arra, hogy egyébként a magyar kormánynak tisztelnie kéne a magyar polgárokat, amikor ilyen rendkívül hát unintelligens és nem igazán innovatív hirdetéseket tesz be a napilapokban. Na de hát ők erre azt mondanák, hogy éppen, hogy tisztelik a magyar állampolgárokat azzal, hogy megpróbálják őket bevonni az eseményekbe és tájékoztatni arról, hogy hol áll az IMF tárgyalás, és mivel pontatlan információk láttak napvilágot, többen között az ellenzéki pártok jó voltából arról, hogy akkor most mit követelnek, mit kérnek, mit ajánlanak, mit nem, stb. Hát ezért szükség van arra, hogy az embereket valamilyen kívül látható módon forduljanak. Biztos vannak kormánypárti politikusok, akik minden reggel fölkelnek, és ezt ismételgetik a tükör előtt, de attól ez nem így van. Tehát ugye háromféle hirdetés jelent meg, az egyik ez a több tiszteletet és bizalmat, ugye ezt várják az IMF-től, a másik kettő az pedig ilyen nettó hazugság, tehát hogy az ingatlanadó, amit az IMF kért, illetve a családok támogatásának csökkentése. Egyiket se kérte az IMF, tehát aki tárgyalt már az IMF-fel, és ezért Gyurcsány Ferenc és kormánya sajnálatos módon kénytelen volt ilyen a világgazdasági válság miatt tárgyalni az IMF-fel ilyen segítségről, az pontosan tudja, hogy mi ennek a mechanizmus. Ott az IMF nem mondja meg, hogy mit kell csinálni. Ott a kormánytól várnak egy programot. Na de például az ingatlanadó Gyurcsány Ferenc kormányának, hogy nem eszébe is jutott magától? De ma is azt gondoljuk, hogy egyébként a nagyértékű ingatlanokra, a nagyértékű vagyonra igenis ki kell vetni adót. Mi ezt ma is egy legitim felvetésnek tartjuk. Az egy más kérdés, hogy fideszes önkormányzatok helyben nyilvánvalóan mindenfajta ingatlanra, no nem ingatlan adó néven, mert ebben azért innovatívok, másfajta adó nem néven megadóztatják a polgárokat. De én azt gondolom, hogy ez így sehova se vezető út. Tehát ezért én ilyen udvarlást még nem láttam, őszintén szólva. Nyilvánvalóan minden nap elismétlik, hogy meg akarnak állapodni az IMF-fel. Szükség van az IMF megállapodásra, hogy lehessen finanszírozni alacsony összeggel az országot. Hát azért nem egészen pontosan ez az üzenet, azt szokták elmondani, mondjuk tegnap este Semmilyen Zsolt is beszélt erről a köztelevízióban, Orbán Viktor is beszélt a parlamentben, hogy hát meg akarunk állapodni, de nincs rá feltétlenül szükség, finanszírozható az ország, ahogy 2012-ben volt, még jövőre is az lesz, az IMF nélkül is. Azt már nem szokták hozzátenni drágábban. Hát ez nyilvánvalóan drágábban, tehát ez azt gondolom, hogy csak az unortodoxiába szenvedő közgazdászok nem látják, hogy ami az elmúlt két évben folyt, ez nyilvánvalóan rengeteg pénzébe került az adófizetőknek. De ettől függetlenül az az üzenet, és ahányszor eljön az IMF, vagy ahányszor utaznak az IMF delegációhoz, az IMF-hez, mindig az üzenet, meg akarunk állapodni. Ez így egy elég rossz fajta udvarlás, hogy egyébként meg akarunk állapodni az IMF-fel, érezzük, hogy szükség van, érzi a kormány, hogy szükség van a segítségre, majd egyébként itthon egész oldalas hirdetésekben mondjuk el, hogy ilyen gonosz az IMF-nak, olyan gonosz, már meghúztuk a haját, már belerúgtuk, már azt is mondtuk, hogy prostit, tehát már minden volt. Így nagyon ez, nehéz. Ez utóbbi mikor hangzott el? Mert ez most nekem így nincs meghatározva. Ezt most áttételesen gondoltam, nyilvánvalóan nem, de hát de azt gondolom, hogy így nem lehet udvarolni, nem lehet kérni, nem lehet nekiállni, tárgyalni. Ez így komolytalan, ez itt sehova se vezető út. Ebből nem lesz megállapodás, vagy ha lesz megállapodás, bár ezt nagyon sokan kétlik, akkor mindenkinek nagyon rossz lesz a szájíze. Nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, amit mind dilemmát azért már nyugat-európai politikusok is megfogalmaztak, hogy lehet tudni körülbelül minden politikai erő az összes válságtól sújtott európai országban tudja, hogy mi az, amit meg kéne tennie ahhoz, hogy a gazdaság egyenesbe kerüljön, csak azt nem tudják, hogy hogyan maradhatnak hatalmon, miután megtették, hogyan nyerjék meg a következő választásokat. Hát ez a probléma, akkor akár kormányozni. Tehát, hogy például egyszerűen csak arról van szó, hogy a Fidesz, illetve a Fidesz kormánya szeretné megoldani ezt a problémát, hogy megegyezzen valamilyen módon az IMF-fel, de ez belföldi használatra mégse egyszerűen úgy fordítódjon majd le, hogy ők megadták magukat, hanem azt az emberek úgy értelmezik, hogy ők az utolsó leheletükig küzdöttek azért, hogy ezt a lehető legjobb feltételeket. Könyörgöm, tehát hogy a politika világa, én ezt értem, hogy van, tud így működni, de azért felelős politikus nem így gondolkodik. Tehát van, amikor tényleg szembe kell néznünk a démonainkkal, le kell menni a pokol bugyraiba, és tudomásul kell venni, hogy a egyébként meglépendő lépés, amit nekünk is meg kellett lépni, a 13. havi juttatásoknak az
az átmeneti elvonás az egy ilyen írtózatos nagy lelki dilemmát okozott. De megértettük, még hogyha fejt is, hogy meg kell lépni. És el is vesztették a választást? Igen, és ezt a következményt azt gondolom, hogy egy felelős politikusnak akkor is viselnie kell. De nekünk nem elsősorban a saját politikai sorsunk és jövőnk kell, hogy fontos legyen. Hát aki kormányoz ezt az országot, egy országért felelős. Hát nem arról szól, hogy most akkor ő benn fog-e ülni a miniszterelnöki, vagy bármelyik miniszteri székbe. Hát azért azt gondolom, hogy ennél egy kicsit tovább kell látnia egy mondjuk egy modern, progresszív politikusnak. Én értem, hogy biztosan nagyon jó miniszterelnök lenni, meg benn ülni a miniszteri székekbe, és biztosan jó eljátszani, hogy milyen jó, nem tudom én, szemlézni a katonákat, és közben nyilván megjegyzéseket tenni, de azt meg érteni kell. Hogy ezért felelősök vagyunk az országért. Persze, de természetesen minden politikai pártnak az is a dolga, hogy választásokat próbáljon nyerni. Az ellenzéki térfélen ez mostanában leginkább arról szól ez a folyamat, hogy ki kivel, hogy és milyen módon tud összefogni. Ebben a folyamatban dobott egyfajta, most ez egy kicsit képzavar lesz, de hogy egy követ Gyurcsány Ferenc azzal, amikor azt mondta két nappal ezelőtt, hogy a Milla konkrétan, meg ezek a párton kívüli ellenzéki pártok egyébként tulajdonképpen inkább ártanak, mint használnak, ne menjenek el az emberek október 23-án a reménybeli tömegtüntetésre, és hogy ez az antipolitikai populizmus, ez felháborító. Ezzel ön is egyetért? Azzal kezdem az első, hogy szerintem, amit a legelején mondott, szerintem a politikai pártoknak nem az a legfőbb célja, hogy megnyernek egy választást, hanem hogy jól kormányozzanak. Nem azt mondtam, hogy legfőbb célja, de hogy ez is egy fontos cél. Ez egy fontos, de hogy jól irányítsák az országot. Ez egyik teljes mértékben azonosulok azzal, amit Gyurcsány Ferenc mondott, és nem csak azért, mert ő a Demokratikus Koalíció elnöke, hanem mert azt gondolom, hogy az összefogás és az együttműködés az azzal indul, hogy megpróbáljuk megkeresni, ami összeköt bennünket. Na de most nem ez történik, most éppen azt csinálja Gyurcsány Ferenc, hogy konfliktusokat élez. De szerintem nem élez konfliktusokat, ami a világossá tette, hogy mit gondol az elmúlt 20 évről. Ma már ugyan, hogy korábban már elkezdte korrigálni, hogy nyilván van különbség a 2010 előtti, vagy éppen nem, tehát az Orbán előtti és az Orbán, tehát a kormányváltás utáni világgal. De lényegében azt üzente, hogy nekünk politikusoknak így nincs helyünk ebben a nagy demokratikus együttműködésben. Szerintem ez egy rossz irány. A pártelnökünk azt mondta, hogy biodíszletnek nem megy oda a Milla rendezvényre, ezt én magam is így gondolom. Én minden ilyen nagy millás rendezvényre, ami nemzeti ünnephez kapcsolódott, én ott voltam. Ott voltam a tömegben, végighallgattam ezeket a beszédeket. Nyilvánvalóan sokan, sokfélét okosakat is mondtak, de én azt gondolom, hogy ez ma már kevés. Azt énekelni, hogy nem tetszik a rendszer. Tényleg nem tetszik a rendszer, de az a kérdés, hogy mitől lesz egyébként a demokratikus ellenzék kormányzó képeserő. Hogy mi az a hit, remény, az a program, amivel azt mondjuk egyébként a legreménytelebb helyzetbe élő embereknek is, akik lényegében feladták a küzdelmet itt Magyarországon, hogy gyere velünk, 2014-ben menj el szavazni, előtte nyilvánvalóan valószínűleg regisztrálni kell, de menj el szavazni 2014-ben, és egyébként közösen ezt fogjuk csinálni. Mert én szerintem kormányzó képességet is kell tudni felmutatni ebben az ügyben, és azért mondtam azt, hogy aki politikus, aki politikusnak áll, civilként vagy akármiként, annak értenie kell, hogy persze egy napsütéses napon leülni Budapest belvárosába, és arról elmélkedni, hogy demokrácia, meg szabadság, meg szolidaritás, ez nagyon jó. De el kell menni Magyarország legreménytelenebb települése, és látni, hogy az ott mennyire más. Hogy aki... Most már ugye az országjárásra utal, amit szintén most fognak kezdeni a DK politikusai, ön is megy járni az igen, országban? Igen, csatlakozom a pártelnökhöz. Nyilvánvalóan nem csak azzal a szándékkal egyébként, hogy akkor ugyanazt csináljuk meg, mint ezek az emberek, mert nekem volt korábban civil foglalkozásom, tehát csináltam mást is, mint politikus voltam. Tehát mondjuk, hogy ön nem fog homokot lapátolni és almát szedni? Én nem ezt fogom csinálni. Tehát bíznak rám másfajta munkát is nyilvánvalóan majd, és fogom ezt tenni. És az miért jó, ha Gyurcsány Ferenc homokot lapátol és almát szed? Mert közben nyilvánvalóan beszélget az emberekkel. És ez egy másfajta interakció, egy másfajta beszélgetés, ahol azt próbáljuk érzékeltetni, tényleg azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy elveszett falvak lakóival, hogy értjük és akarjuk érteni, és nem csak Budapesten, a belvárosban akarunk tenni, vagy a Kossuth téren egy éjségsztrájkkal azért, hogy jobb legyen ennek az országnak, hanem az ország minden pontján akarunk ezért Na, de tenni. Beszélgetni ugyanezekkel az emberekkel feltehetően akkor is lehetne, hogyha leülnek egy pár órára, és tényleg csak beszélgetnek. Ennek a homoklapátolásnak óhatatlanul van valamiféle média esemény íze.
És talán nem is véletlen, hogy amióta ez a bejelentés megtörtént, azóta a sajtó legkülönfélebb orgánumai szinte kivétel nélkül el is kezdtek ércelődni rajta. A sajtó legkülönböző orgánumai sokszor ércelődnek. Ércelődtek azon, amikor az Avason voltunk. Miközben az Avas, na azt mondhatjuk, ez az országjárás lényegében az Avasnak a folytatása. Ércelődtek akkor, amikor, és legalábbis az elején, amikor a Kossuth téren a DK 4 politikusa is sztrájkolt. Én azt gondolom, hogy lehet sok mindenen ércelődni. El kell menni, és szembe kell nézni ezekkel az ügyekkel. Még egyszer mondom, belvárosi napsütéses kávézókból sok minden más ugyan látszik, mint Tiszaburáról, vagy éppen Baranya megye legszegényebb falvaiból. Szerintem, aki politikusnak áll, és ezt mondom azoknak, akik szeretnek ilyen nagyon fennkölt eszméket mondani, aki politikusnak áll, annak éreznie kell, hogy nagyon le kell menni, és nagyon az emberekkel kell lenni, különösen most 2012-ben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.